A kutyák királyaként emlegetett, lenyűgöző és elegáns afgán agarat sokan az egyik legősibb kutyafajtának tartják. A legenda szerint Noé ezt a fajtát vitte a bárkájára. De... Afganisztán az első ismert ország, ahol felbukkant, ezért lett afgán agár. Afganisztán északi részén járva több barlangrajzot is találhatunk, amelyen ezt a fajtát ábrázolták. Szaglás és kitartás helyett a többi agárhoz hasonlóan az afgán agár is a látására és a gyorsaságára hagyatkozva vadászik. Gazella, szarvas és leopárd vadászatára tenyésztették ki őket, vagyis érthető, miért ilyen gyorsak. Az afgán agarak 70 km/h sebességgel is futhatnak, akár egy telivér versenyló. Ezt a gyorsaságot és fordulékonyságot csípőjük felépítése teszi lehetővé. Magasan helyezkedik el, ezért az afgán agarak hirtelen helyváltoztatásra képesek, amely az afgán hegyek között kifejezetten előnyös tulajdonság. Arisztokratikus szépségük miatt az afgán agarakat Amerikában és Európában luxus ebnek tartják. Az afgán agarak a kutyák világának top modelljei. A kutya szépségeket megörökítették már fényképen, mozi és tévéfilmeken, és még Picasso is készített róluk szobrot, amelyet egyik saját, hőnszeretett afgán agaráról mintázott meg. Nem tudok gyönyörűbb látványt elképzelni, mint egy leomló szőrű afgán agarat a büszkén feltartott fejével. Valóban gyönyörű kutyák. Ezt a fajtát leginkább a magas hegyi szélsőséges időjárási viszonyok ellen kitűnő védelmet nyújtó hosszú és selymes szőrzetük teszi különlegessé. Leomló szőrzetük a legfőbb védjegyük. Másik jellegzetességük a hosszúkás fejforma. Keskeny koponyájuk csaknem háromszor hosszabb, mint amilyen széles. A boxerekhez hasonló rövidorrú kutyák kisebb 180 fokos látószöggel rendelkeznek, míg egy agár, például egy afgán agár látószöge eléri akár a 270 fokot is. Harmadik jellegzetességük egyedülálló, felkunkorodó farkuk. Az afgán agarak hegyes, a végén felkunkorodó farokkal rendelkeznek. Sajnos ez a bizonyos, gyönyörűen kunkorodó farok gyakran megsérül. Sérülékeny farkuk ellenére az afgán agarak töretlenül és őszintén szeretik az emberi lényeket. Ezt a 13 éves Kaylin is jól tudja, hiszen valójában Hayley nevű afgán agara mentette meg az életét. Hayley nélkül még mindig ágyban feküdnék betegen. És nem tudnék futni és szaladni. Három éve mitokondriális betegséget, vagyis egy életveszélyes anyagcsere rendellenességet állapítottak meg nála. Sok időt töltöttem tolószékben, mert nem volt erőm felállni. Migrénes fejfájástól, álmatlanságtól és krónikus fáradtságtól szenvedett. Attól féltünk, hogy elveszítjük. Szívszorító érzés volt. Kaylin édesanyja úgy vélte, hogy egy kutyatársasága segítene lányának a gyógyulásban. Jó barátjuk, Diane, egy afgán agarat javasolt. Úgy gondoltam, Hayley pont megfelelne Kaylinnek, hiszen különlegesen érzékeny fajtáról van szó, amelyek nagyon közel kerülhetnek a gazdájukhoz. Hayley azonnal felismerte, hogy milyen fontos szerep jutott számára a kislány életében. A legnagyobb meglepetésemre Hayley azonnal tisztában volt az állapotával. Mindig figyelmeztetett, amikor a lányomnak izomgörcsei voltak. Hayley ilyenkor ugatni kezdett, és mindig tudtam, hogy Kaylinnel történni fog valami. A hatalmas fájdalommal járó izomgörcsök lebénították Kaylint. Amikor Kaylinnek migrénje volt, Hayley az ágyra feküdt és betakarta a fejét. Így aludtak el, és reggel így találtam rájuk. Bár Hayley sokat segített Kaylinnek, a kislány még súlyos állapotban volt. Sokat volt kórházban, izmai elsorvadtak, és az emésztőrendszere leblokkolt. Kaylin édesanyja nem adta fel, és új orvost keresett. Az orvos új gyógyszereket és új diétát írt elő, és támogatta Hayley gyógyításban való részvételét.
Mindannyiunkat életben tart valami. Például Kaylin-t Hayley. A módszer használt, és Kaylin állapota rohamosan javult. A fájdalmai elmúltak, mintha újjászületett volna. A következő szakaszban Kaylinnek erősödnie kellett, és újra kellett tanulnia járni. A legnagyobb feladatot az jelentette, hogy új életcélt és motivációt találjon. Hayley társaságában mindig úgy éreztem, hogy nem adhatom fel. Tudtam, hogy segít visszanyernem a régi életemet. Kaylin, aki alig tudott járni, hamarosan felalá sétált a lépcsőn Hayleyvel. Nem találják ki, mit tettek ezután. Megtanítottam őket táncolni. Ezek a bizonyos táncmozdulatok Kaylin gyógyulását is elősegítették. Látszott az arc kifejezésén, hogy mennyire örül az elért teljesítménynek. Kaylin újabban kutya bemutatókra jár Hayleyvel, továbbra is táncolnak, és agility feladatokra tanítja Hayleyt. Miután Hayley ennyit segített Kaylinnek, most Kaylin tanítja meg Hayleynek, amit egy ifjú afgán agárnak tudnia kell. Több bemutatóra is elvittük, amelyeken jó helyezéseket ért el. Hayley és Kaylin között különleges kapcsolat szövődött, és Hayley segítette a kislány gyógyulását. Amennyiben afgán agarat szeretnének tartani, nem árt tudniuk néhány dolgot. Átlagos életkoruk 14 év, és meglehetősen egészséges állatok, bár a fájdalmat nehezen tűrik, és a legkisebb sérülés is zavarja őket. Előfordulhatnak náluk különböző szemproblémák, például szürke hályog, és meglehetősen alacsony a fájdalom küszöbük, vagyis készüljünk fel arra, hogy viszonylag gyakori vendégek leszünk az állatorvosnál, hiszen az afgán agarak már a legkisebb horzsolásra vagy sérülésre is rosszul reagálnak. Felkunkorodó farvuk is gyakran beleakad valamibe és megsérül, ami különösen veszélyes lehet. Az afgán agárnak naponta legalább egy órás testmozgásra van szüksége, mi alatt teljes sebességgel rohanhat. Ne feledjük, a látásuk kitűnő. Ha meglátnak valamit, üldözni kezdik. Kerítéssel vegyük körbe a területüket, és figyeljünk rájuk sétáltatáskor. A tapasztalt gazdák odafigyelnek az idomításukra. Nagy kihívást jelenthet a nevelésük, hiszen önálló és független kutyák. Csökönyösek lehetnek, és szelektív hallás alakulhat ki náluk, vagyis nem reagálnak a hívásunkra. Érzékenységük legfőbb előnye, hogy szerető és higgadt tulajdonos mellett kedves és ragaszkodó családi kedvenc válhat belőlük. Úgy vélem, jó családi kutyák, hiszen az afgán agarak intelligensek és hihetetlenül érzékenyek. Kiegyensúlyozottak és nehezen gurulnak méregbe, így jól illenek gyerekes családokba. Sok feladatot igényelnek, hiszen eredetileg vadász és pásztorkutyák voltak, ezért feltétlenül vegyük figyelembe ezt az igényüket is. Hosszú szőrzetük pompás látványt nyújt, de rengeteg fésülést igényel. Ne felejtsük el, hogy legalább naponta egyszer át kell fésülni, hogy sima maradjon. Összefoglalva, az afgán agár kedveli a nyugodt környezetet és a napi egy órás gyakorlatozást. Bár egészséges fajta, a sérülésekre érzékeny. Hosszú szőrét naponta keféljük, idomításnál gyengéd bánásmódot igényel, és leginkább nagyobb gyermekek mellé illik. Nagyon érzékenyek, és tudják, hogyan hódítsanak meg. Jó érzés együtt élni velük.